Csongrád megye idén 29,2 milliárd forintot költhet az úgynevezett tópos keretből, eddig 233 pályázat járt sikerrel, összesen 28,8 milliárd forint összegben. Na de mi a helyzet a 3-as és a 4-es számú választókerületben, és mit akarnak a számok? Üdvözlöm Gémes László polgármestert és a Csongrád megye önkormányzat képviselőjét is egyben. Üdvözlöm én is, szerkesztő asszony, és a televízió nézőket is üdvözlöm. Számokról fogunk beszélni, próbáljuk meg minél izgalmasabban, bár ez nehéz lesz. Biztosan sokan képbe vannak, de van, aki nem. Miről szólnak a topos pályázatok, honnan jön a pénz és mire? Ez ugye a területi operatív program, a rövidítés, ez a TOP, ez a megyei önkormányzat koordinálásával született maga az operatív programok, tehát ez már az előző ciklus megyei vezetése kezdte kidolgozni, hogy ebben a ciklusban milyen jellegű pályázatok kerüljenek majd kiírásra, milyen jellegű igények vannak a települések részéről, és igazán ezek a számok most az idei évben tornyosultak, viszont ez egy több éves program, tehát ugye az Uniónak a 2014 és 20-as időszak közti projektjei vannak ebbe benne, és ezek a számok, amiről ma tudunk beszélni, ez a máig elnyert és elindult projektekről beszélünk. 99 darab nyertes pályázat van a 3-as számú választókerületből, ami 14 milliárd forintos támogatási összeget jelent. Ha hozzászámoljuk a foglalkoztatási paktumra jutó arányos összeget, akkor ez 14,2 milliárd forint, van egy táblázatunk is. Jól látom, hogy a 22 választókerületi település szinte mindegyike részesül valamiféle támogatásban? Minden település, tehát minden település pályázott, és minden településnek többségében én úgy gondolom, hogy nyertek is a pályázatai, hiszen jó felkészültek. Ebben is nagy szerepe volt a megyei önkormányzatnak, a megyei képviselőknek és az országgyűlési képviselőknek, hogy a települési vezetőket fel tudták készíteni erre a pályázati rendszerre, és így nagyon jó pályázatokat, tehát eleve jó a projektötletek, és jó pályázatokat írtak, és ugye most nem az van, mint egy korábbi időszakban, hogy egymással versenyeztek a települések, hanem most forráshiány miatt igazán nem nagyon lett elutasítva pályázat egyetlen egy sem. Szentesen többek között kerékpárút épül, fejlesztik az ipartelephez kapcsolódó vonalas infrastruktúrát, már szerepel a listán a Tóth József színházterem felújítási kerete, és a zöldségpiacot is felújítják, ez még nem 100%, mert még nem dőlt el. 2,5 milliárd forintot számoltam össze durván, ezek nagyon komoly összegek. Hát igen, tehát hogyha visszakanyarodunk maga a választókerületi szintre, hogy a megyei keret az durván 29 milliárd forint, és abból csak a 3-as számú választókerület 14,2-t nyert el, tehát ez körülbelül a fele a megyei keretnek, és 4 választókerületről beszélünk ugye Csongrád megyében. Tehát a 3-as számú választókerület települései az összmegyei TOP forrásnak az 50%-át sikerült lepályázzák. Sokszor éri az a vád a kormányt, hogy színek szerint oszt, tehát ezek szerint ez nem így működik. Hát igazán ez a táblázat az és ez a statisztika az, ami egyébként valójában igaz, hogy nem a színek szerint dőlt el, hanem a pályázatok miensége miatt, és mivel jó pályázatot adott jobboldali polgármester, baloldali polgármester, így ezeket sikeresen is vették az akadályokat, és így nyertek. Tehát igazán a topos forrásokra nem lehet rámondani egyáltalán, hogy színek szerint dőlt el, itt inkább a településeket egymás segítő projektjei nyertek, és azok a nagyon fontos pályázatok, azok a fontos fejlesztések, amik az adott településre kellenek. Tehát én azt gondolom, hogy lehet kritikát fogalmazni a kormány ellen, vagy a kormányzó párt országgyűlési képviselő ellen, hiszen mindenki azért dolgozott, hogy a választókerületén belül minden egyes település nyerjen pályázatokat, és a számok is azt bizonyítják, hogy mindenki nyert. Nézzük meg egy kicsit Szentmárt számunkra, az a legizgalmasabb mégiscsak. Óvoda felújítása, ami már el is kezdődött egyébként, 130 millió forint, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 210 millió, helyi identitás és kohézió erősítése Szegváron és Derekegyháza címszó alatt pedig 50 millió. Mit jelent ez? Igazán az első ugye az óvodának a felújítása, a bölcsődei férőhely kialakítása és konyha korszerűsítés, kapacitás növelés, aminek már körülbelül az 50%-nál tartunk a megvalósításba. A másik az az iskoláknak a felújítása és megújuló energiába ellátva az óvoda és egyik iskola épületünk, tehát ott napelem fog felszerelésre kerülni, és az örök iskolának, a központi iskolának a teljes nyilászárócsere, fűtés, korszerűsítés, hőszigetelés, sportcsarnok felújítás, minden benne van. Ez a helyi identitás, ez egy nagyon szép jogcím, igazán mi ezt úgy nevezzük polgármesterek, hogy a falunapos pályázatok, tehát ebben igazán rendezvényekre lehetett a településeknek pályázni, és ilyen helyi identitás növelő eseményekre, és ezt Derekegyházával közösen pályáztunk rá, és erre is 50 millió forintot nyert a két település. Ebben valamennyi technikai eszközt is lehet vásárolni, tehát szeretnénk sátrat, színpadot még venni belőle, és természetesen a két településen éveken keresztül, hiszen ez egy éveken átnyúló program, a rendezvényeket ebből fogjuk tudni finanszírozni.
Tehát ezek szerint Szegvár több mint 1 milliárdot kap a topos pénzekből, és ezek egy része nyilván később a rezsicsökkentésben is fontos szerepet játszanak majd. Természetesen igen, hiszen amit szerkesztő azt, hogy még nem sorolt, ugye a főutak felújítása is benne van, és ezért is haladjuk meg így körülbelül az 1 milliárd forintot, hiszen a Szegvár belterületi teljes főutcája fog megújulni, és a Tiszára vezető 5 számjegyű út, és ugye a főutcán lesz majd egy körforgalom, tehát ezzel a három tétellel még az 1 milliárd forintot meg fogja haladni, amit Szegvár település sikeresen le tudott vagy a megyei önkormányzaton keresztül, vagy Derekegyházán önkormányzatával közösen, vagy pedig önállóan pályázni a megyei toppos forrásokból, és az összes energetikai korszerűsítés az mind annak lesz a hozadéka, hogy később ugye a rezsiszámlája nem csak a kormánynak köszönhetően fog csökkenni az itt lévő intézményeknek, hanem a fűtéskorszerűsítésnek és a hőszigetelésnek köszönhetően is lényegesen kevesebb lesz a fenntartása ezeknek az intézményeknek. Körforgalom a kastély előtt, ugye? Hát ott a kastély és a piactér kereszteződésénél, ugye az egy viszonylag veszélyes csomópont, egy nagyon nagy éles kanyar van benne, ha Szentesről Mindszentre megyünk, akkor bal kanyar, ha visszafele, akkor jobb kanyar, így szoktuk emlegetni, és ott ugye torkollik be a kastélyhoz vezető és az orvosi rendelőhöz vezető út, és ezen az útvonalon szoktak a gyerekek is járni az óvodába, iskolába, idősek otthonába, az idősebbek, és itt lesz egy körforgalom, ami meglassítja a kanyarba lévő forgalmat, és ezáltal biztonságosan fogja tenni ott az átkelést. A belterületi utak hány százaléka újulhat meg? Igazán ez az egy adósságunk, ami a település vele van, és ezt soha nem is szoktam elvitatni. Ezt jelenleg még eddig nem tudtuk megoldani, hiszen belterület újfelújítási... Topos pályázatokra nem lehet? Nem, igen, tehát sajnos az Európai Unió belterület újfelújításra nem adott forrás, tehát azon településeken, ahol belterület utakat újítanak fel egyet, kettőt, hármat, az mind hazai forrásból valósul meg, viszont most hogy államtitkár úr volt lent nálunk, Pogácsás államtitkár úr a múlt héten, és képviselő úr is bejelentette a testületi ülésen, hogy a Modern Városok program után indítani szeretne a kormány most ugye április 9-ét követően egy falvak felzárkóztatása programot, amiben jelentős forrásokat szeretnének elkülöníteni a belterületi utak felújítására, és ebbe lehet majd az önkormányzatoknak pályázni, természetesen is ebből tudjuk a belterületi utakat felújítani. Most mi kértünk két utcára összehasonlításképpen árajánlatot, amit az önkormányzati tájékoztatában közzé is tettünk a lakosoknak. Egy viszonylag hosszabb utcaszakaszra kértünk, ami már meglévő aszfaltos, és egy rövidebbre, ami még földes utca. Az egyikre 100 millió forint fölötti ajánlatot kaptunk, a másikra közel 30 milliót, és ugye mellé is tettük, hogy az éves gazdálkodásunk kb. 8 millió forint, amit utakra tudunk fejleszteni, tehát esélye sincs egy ekkora önkormányzatnak, hogy belterületi utat, akár egy utcát is felújítson önerőből, tehát ez mindenképpen kormányzati segítség szükséges, erre az ígéretek megvannak a kormány részéről, azt gondolom, amit az elmúlt 8 évben az önkormányzatoknak ígértek, azt teljesítették, nincs kétségem afelől, hogy a jövő következő 4 évben se fogja ezt a kormány teljesíteni, de biztosan számíthatunk rá, hogy az útjainkra végre jelentős hazai forrás fog majd rendelkezésre állni, és az ország több településén a belterületi utak megújulhatnak. Csongrád nagy a 4-es számú választókerületesen panaszkodhat, minden településen történik valami. 60 darab nyertes pályázat, 7,1 milliárd forint támogatási összeg, ami hát a paktummal 7,5 milliárd forint. Hát gondolom, ott is zajlik az élet. Igen, hát ez is egy gyönyörű szám, tehát hogyha megnézzük ugye újra, hogy 4 választókerület van közel 29 milliárdra, akkor itt is a 25%-ot úgy elhozta a 4-es számú választókerület, hogy Hódmezővásárhelyet kivehetjük, mert az egy külön városi keret. Tehát azt gondolom, hogy a választókerület Vásárhelyen kívüli települése is igen jól szerepeltek, és az ott lévő megyei képviselők és országgyűlési képviselő is jól vizsgázott, hiszen nagyon-nagyon jelentős forrást tudtak elhozni és lepályázni, és itt is nagyon sokféle, tehát az orvosi rendelő felújítástól kedve, az idősek otthonán keresztül, az óvoda, iskola, itt is vannak programpályázatok, tehát nagyon-nagyon sok kerékpárút van benne nekik, tehát nagyon-nagyon sokféle pályázatot nyertek a 4-es számú választókerület összes települése. És itt is ugye színektől függetlenül, tehát ott is tudjuk, hogy azért nem csak fideszes polgármester van egy választókerületben sem, tehát ugyanúgy jobboldali, baloldali polgármester volt, vagy városvezetés, vagy településvezetés, ez igazán a megyei önkormányzatot és itt a politikát ez nem befolyásolta, hiszen az volt a lényeg, hogy az összes települést fejlesszük, minél jobb pályázatokat írhassanak és ezért nyerhessenek, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok települési pályázat egymásra is épül, tehát például Makónak is van egy olyan pályázata, amiben nem Makó nyerte igaz el, viszont a térséget tudja ezzel fejleszteni, tehát Makó is térsége tud ezért fejlődni. Hát itt most mindjárt eszembe jutott a Hódmezővásárhelyi elkerülő, ami hát mindenkit érint.
Hát például igen, tehát ez miniszter úrnak egy hatalmas ötlete is volt így megcsinálni, én ma sikerült a másik irányba is autóznom rajta. Én azt gondolom, hogy szerintem sokkal többet segített majdnem a térségnek, mint a hódmezővásárhelyeknek, mert ugye ő tőlük tehermentesítette ezt a forgalmat, de a térségben élőknek ez egy hatalmas. Ez olyan, mintha egy autópályák lenne, tehát már most elgondolkodtató Szegvár irányából is, hogy melyik fele induljunk el. Mert lehet, hogy Vásárhely irányába is elérjük az autópályát olyan gyorsan, mint hogyha Kiskunfélegyháza irányába mennénk. Tehát igaz, hogy nekünk nincs nagyon nagy közelbe autópálya, de ezzel a hódmezővásárhelyi beruházással Szegedet 40 perc alatt elérjük, az autópályát sokkal kevesebb idő alatt, úgyhogy nagyon-nagyon nagy segítség itt a térségben élők számára is egy ilyen elkerülőt. A fejlesztések egy részét szokás látványberuházásoknak nevezni, és sokszor éri az a vád a kormányt, hogy nem arra költ feltétlenül, amire kellene, a vállalkozókat nem segíti megfelelőképpen, bizonyos gazdasági beruházásokat nem támogat, és hát azokat a munkahelyeket sem, amik itthon tartanák a munkavállalókat. Az előbb említettük már a bértámogatási paktumot, ezt kívánja orvosolni? Igazán először elmosolyodtam mindig, mikor ezeket a szavakat hallottam a médiába, aztán már most lassan fel vagyok sokszor rajta háborodva, olyan mélységben ugye mennek a hazugságok az országos médiákban, hát ezek egy sem látványberuházás. Tehát a megyei top forrást, ezt mindegyiket arra költik el a tervezések, ami nagyon szükséges. Tehát ezt szeretném minden egyes Csongrád megyei település vezető nevében visszautasítani, hogy itt látványberuházások történnének, hiszen minden egyes fejlesztési forrás, minden egyes forint mind erre megy rá, ami a településnek szüksége van rá, és itt nem kilátók épülnek, mint a 8 éves szocialista kormányzás alatt, hanem óvodák, iskolák, újulnak föl, idősek otthonák, bölcsödek létesülnek, utak, kerékpárutak épülnek belőle, tehát mind. És maga a megyei forrásnak ugye 60% a gazdaságfejlesztés szolgál, tehát amit szerkesztőasszony is sorolt fel, szentesi beruházásokat, azoknak is egy része a gazdaságfejlesztéshez szervesen kapcsolódik, tehát itt is van egy olyan út, ami egy kiemelt szentesi vállalkozásnak majd a bekötő útja is tud lenni, és ezáltal ugye még több munkahelyet tud majd létesíteni, hiszen ott az infrastruktúra javul. Tehát Szentesen is ment gazdaságfejlesztése, mint ugyanúgy, ahogy a többi városban is. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem lehet egyetlen egy pályázatra se azt mondani, hogy látványberuházás, pedig ugye 200-at meghaladta a megyei pályázat. Vannak függő pályázatok Szeged-Csanádegyházmegyének egy makói és egy szentesi óvoda felújítása, Nagymágocsnak egy egészségügyi projekt és Csanádpalotának egy zöldváros beruházás. Illetve már említettük, hogy a szentesi zöldségpiac felújítása. Mikorra várható eredmény? Én azt gondolom, hogy hamarosan, hiszen már ezek a pályázatok is olyan stádiumban vannak, hogy az összes körön értékelésen túlmentek, tehát hamarosan a megyei önkormányzat is meg fogja ezeket kapni, hogy ugye mi is véleményt mondhassunk róla, hogy mennyire támogatjuk. Mi egyébként támogatni fogjuk az összes ilyen beruházást, és én azt gondolom, hogy hamarosan itt a heteken belül ezeknek is megjön a támogatási szerződése. Annyit kell tudni róla, hogy a toppos források elosztása ugye több fordulóban történt, tehát ezek a pályázatok még azért vannak elmaradva, mert ők a későbbi körben adták be, és ugye még nem ért véget. És még hogyha két nagy számot összeadjuk, az eddig elnyert és a fel nem használt keret, még ott van egy 3-400 millió forint, amiből még egy újabb top 3-ast fogunk indítani, és ezt is természetesen települések fogják tudni pályázni, de itt is a projektötletek mindenhol megvannak, tehát van, akinél még bölcsi maradt el, van, akinél még egészségház felújítás, ilyen kisebb projektek, igen, és ez a top 3-ban benne lesz, tehát ez is bízunk benne, hogy az év végéig a top 3-as kör is le tud futni, és utána ezek a beruházások is el tudnak indulni. Most nagyon-nagyon sok beruházás fut egyébként megyei szinten, és országos szinten is, ugye mondták azt, hogy nagyon sokba kerülnek ezek a beruházások, meg hogy azért nincs munkaerő, mert egyszerre jöttek ki a pályázatok, sajnos a piac alakította ezt így, tehát bármikor van egy pályázati bírálati dömping, akkor utána mindig megemelkednek az építőanyagárak, mindig megemelkednek a képárak, mert sajnos a piac ezt diktálja igazán. Tehát itt nem az a pályázati rendszernek a sebességétől függ ez, hanem igazán a piachoz. Tehát tudják azt, hogy ha mondjuk traktorra volt annak idején pályázat, azonnal megemelték a traktorok árát, mihelyest nem volt, azonnal levitték, sajnos ezzel együtt kell tudni élni. Ez néhány önkormányzatot egyébként érintett olyan szinten negatívan, hogy a költségvetésük alacsonyabb szinten volt beadva, de erre is a kormányzat most tett már intézkedéseket is. Kiegészítette. Igen, a felmérések megtörténtek, és ugye most látják majd mekkora forrásra van szükség, és van erre ígéret, hogy a kiegészítés meg fog történni. Tehát azt gondolom, hogy a kormányzat egyetlen egy település sem fog cserben hagyni azért, hogy a pályázatokat ne tudják megvalósítani. A kifizetéseket némiképp megkönnyíti, hogy utófinanszírozás helyett megelőlegezik az önrészt.
Jól tudom. Igen, tehát az első uniós ciklusban a szocialista kormányzat alatt az akkori kormányzat az úgy csinálta ezt a pályázati rendszert, hogyha egy önkormányzat vagy egy pályázó nyert, akkor azt meg kellett ugye valósítsa, és utólagos elszámolás után, mikor mindent rendbe találtak és a helyszínen is leellenőrizték, akkor ugye kifizették a támogatási összeget. Most is utófinanszírozottak maga a pályázatok, viszont előleg lehívásra van lehetőség, és egy önkormányzat számára akár 100% előleget is lehívhat. Ugye a korábbi időszakban ez nagy probléma volt, hiszen az önkormányzatoknak nem volt pénzük, ezért bankokkal finanszíroztatták elég magas kamattal elő ezeket a pályázatokat, és ugye nagyon nagy banki költség is nyomta. Most viszont nagyon jó, mert a kincstárnál beadjuk az előleg elszámolást, vagy az előleg kérelmet, és az előleget szinte egy-két napon belül utalják az önkormányzatok számlájára, és így meg tudják kezdeni a beruházásokat, fölösleges banki procedúráktól mentesek, nincsenek egyéb költségek, és a beruházásokat is tudjuk finanszírozni. Tehát nem áll fönt az a lehetőség, hogy mondjuk egy vállalkozó elvégez egy részfeladatot, és az önkormányzat fizetésképtelen. Ezért volt egyébként nagy veszély az ellenzéki pártok közül sok politikusnak a kijelentése, hogy a választások után, ha majd ők nyernek, akkor leállítják az összes uniós kifizetést és felülvizsgálják az önkormányzatoknak a beruházásait. Ezzel alapvetően nincs is probléma, hogy felülvizsgálják, mert vizsgálják is felül mindet, tehát minden önkormányzat arra költse, amire kapta, de itt a megyében ebből nincsen probléma. Viszont az a legnagyobb probléma, ha ezeket megállítják, akkor az összes projekt meg fog állni, hiszen az önkormányzatok fizetésképtelenné válnak, nem tudják a vállalkozásokat kifizetni, a vállalkozások nem tudnak majd munkabért fizetni, tehát arra az időszakra lehet, hogy embereket kell majd elküldeni, utána azokat hogyan fogják visszavenni, tehát meg sem merem gondolni, hogy mi lenne akkor, hogyha ez bekövetkezne. Én azt gondolom, a rendszer most nagyon jó, és ezt így kell hagyni, és így az önkormányzatok nyugodtan tudják a beruházásokat csinálni. 2020-ban lejár az első támogatási ciklus. Nyilván adódik a kérdés, mi lesz utána? Hát igen, nagy talány van. Itt Brüsszelnek sajnos a viselkedése nem túl pozitív, tehát a mezőgazdasági támogatásokat is szeretnék elég jelentősen megnyírbálni, mert tudják azt, hogy ez a térség ugye érdekelt a legjobban ebben. Viszont ugye nálunk az alacsonyabbak a felvásárlási árak, hozzánk jön be a legtöbb külföldi termék, tehát igazán nagyon-nagyon büntetni akarnak bennünket, de épp most a napokban néztem a kormányzatnak egy nyilatkozatát, közleményét és a szakembereit, hogy Brüsszelbe úgymond kint vannak tárgyalni, hogy nem engedik azt, hogy a mezőgazdasági termékek. Ez nagyon nagy harc. Egyébként? Hát nagyon nagy harc egyébként, tehát el se tudjuk, mint átlag állampolgárok, mi magunk képzelni, hogy mekkora harc ez Brüsszellel. Tehát nagyon-nagyon nagy harc. Nekünk a fiatal gazda szervezet kapcsán vannak brüsszeli kapcsolatok, és ott a magunk szintjén is kell vívni a csatákat. Hát embert megpróbáltató. Tehát azt gondolom, hogy felkészült szakemberekkelnek és határozott politikusok, hogy keményen fellépjenek, mert egy pillanat alatt a nyakunkra teszik a brüsszeliek úgymond a kötelet, de azért eddig állt a kormány a sarat, úgyhogy nagyon remélem, hogy ezután is így lesz, és nem fognak nekik hanyat feküdni, hanem szépen a magyar érdekeket fogják képviselni, és így a támogatási rendszer nem fogja negatívan érinteni Magyarországot. Nagyon nagy törekvés van egyébként rá, hogy itt a visegrádi négyeket akár, vagy ezt a kelet-európai, közép-európai részt a Brüsszel elég jó megnyírbálja. Jó, minden esetre a futóprojektek pénzei jönnek, és még mindig várhatóak. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen is.